Kisd December király című előadást hoztuk most el, ami egy német meseírónak a tollából született. Axel Hacke volt a regénynek a szerzője, amiből Gimesi Dóra készített számunkra egy színpadi adaptációt, és Kuti Ágnes rendezte az előadást. Van egy gumimacid? Nincsen. És miről szól ez a mese? Hát ez a mese igazándiból nagyon sok mindenről szól, gyereknek és felnőttnek egyaránt. Szól arról, hogy ahogyan felnőtté válunk, és ha hagyjuk, hogy elszürküljön az életünk, és nem találjuk meg az életünkben a szép pillanatokat, illetve nem tudjuk magunkban megőrizni a gyermekséget, akkor igazándiból nagyon szürke életre szánjuk magunkat. És szól az elmúlásról, szól arról, hogy hogyan építsük a kapcsolatainkat, hogyan vegyük észre a szerelmet, a kedvességet és a szépséget. Éppen itt az ideje, hogy vegyél nekem egy zacskó gumimacit. Jó, és hol? Hát, ott, nálam. Jó. Elbújsz! Elám! Elbújj, elbújj, elbújj! Jó napot kívánok! Viszontlátásra! Gumimacit! Igen! Igen. Kérek egy zacskóval. Milyen eszközökkel jelenítik meg ezt a mesét? Ez a mese egy gyermekszínházi előadás, amiben egy kicsi bábocska van, ő az a kis december király, aki egy mérnök ember kezére nőve figyelmezteti őt arra, hogy hogyan kellene igazándiból élnie, és mit kellene a világban szemlélnie, vagy egyáltalán észrevennie. Valahogy úgy kezdődött, hogy a király meg a királynő szorosan átölelték egymás az erkélyen. Gumimacit? A zöldet kóstolta már? Nem olyan finom, mint a sárkányűző piros, de sokkal, sokkal jobb, mint a fehér. A fehér olyan, mint egy alvó medúza. Az íze is olyan. A sárga meg olyan, mint a kacagó hullócsillag. Jámbor állat! Oh. A bival. Mit agadás, lusta? Ha kell, helyéből a hegyet is elhúzza. Olyan nagyon igazságos, nincs az a ló. Melyik hívek a gazdához? Letérdel, de a terült cserben úgy sem hagyja. Én mondom ezt nektek, a volt bivajos gazda. Minden állatunk közül ő a legerősebb. Mégsem írtak róla még soha bár egy verset. Memedvét, lám az emberek nagy ritkán halálnak. Nem is nagyon hívei a találkozásnak. Ha csak nem a rács mögött csücsül a jó medve, s mint egy szelíd varika, nincsen megkezesítve. Mert ki merne teszem azt csak úgy kényre kedvre, bokrázolni ott, ahol otthonos a medve. És ki merne? Ugyan ki, ha szembe jön néle, egy jó nagyot húzni a medvére. Jó. Hát az állát.
S a nyakát meg kivakartatná, mint egy jámbor bivalya. És a medve hagyná? Nem. Kedves nézőink, Varga Ibolya rendező, fesztivál szervező a vendégem. Jó napot kívánok, szervusz Ibolya, köszönöm szépen, hogy eljöttél ide az Ad Hoc stúdiónkba. Hát nemrég ért véget ugye a 14. Nemzetközi Puk, Báb és Marionett Fesztivál, és még ki sem pihented jó részt a fáradalmait. Honnan érkeztek a társulatok, és milyen játékstílust képviseltek? A társulatok zöme Romániából, tehát itthonról érkezett. Két külföldi társulat volt Magyarországról, Debrecenből a Vojtina társulat, és a Gug utca társulat, a Gug utca színház Kisinóból. Ettől még nem kéne feltétlenül nemzetközinek nevezni, inkább a hagyomány kedvéért nevezzük nemzetközinek fesztiválunkat. 15 társulat volt egyébként. 15 társulat? Igen. És 15 előadás ezek nem, szerint? Nem, 22, tehát volt olyan előadás, amit kétszer lejátszottak. Milyen játékstílust képviseltek ezek a társulatok? Mennyire volt színes a paletta? Mint minden évben többféle játékstílus, többféle bábtechnikát sorakoztatott fel a fesztivál. A hagyományos kesztyűs bábtól, az asztali bábozásig, amit tudjuk, hogy színészek mozgatnak hátulról, tehát az asztali bábot, ennek őse a japán bunraku technika, árnyáték, sziluettek, pálcásbáb, többféle technika volt, és maszkos játék is, sőt, síkbábú is volt, ahol szinte már csak jelzésértékű maga a bábú. A színészi előadásra és a színész jelenlétére tevődik át a hangsúly. Mindegyik előadás kimondottan gyerek előadás volt, vagy felnőtteknek szóló előadással is jöttek a társulatok? Egyre nagyobb hangsúlyt kap az ifjúsági előadás a bábszínházak repertoárjában. Tehát a váradi előadás, a Váradi Magyar Társulat előadás, a Liliput Társulat előadás, a Helység Kalapácsa kifejezetten középiskolásoknak ajánlott, és a Szent Györgyi Cimbora Társulat előadása is, a verstől versig hajt a csordás, inkább nagyobb gyerekeknek szól, hiszen Kányádi versei talán azt kockáztatnám, hogy 8 év fölötti gyerekekhez, illetve fiatalokhoz szól. És ugyanígy a román társulatok is, a bukaresti Czandarika Színház, a Madarak Gyülekezete, Arisztofánesz után kifejezetten felnőtt előadás, kísérleti előadás, egy régi előadás a híres Krisztián Pepino bukaresti bábos rendezőnek, egy régi kísérleti előadás, ami diákokkal született meg ezelőtt 25 évvel, és amit most újraértelmezett, újra rendezett, kifejezetten a felnőtt előadás. Térjünk egy kicsit vissza a magyar társulatokra. Ugye talán a Szatmár Németi Bábszínház kivételével mindegyik erdélyi magyar társulat itt volt a fesztiválon, vagy még volt más hiányzó, és látom, hogy most gondolkodol igen, ezen. Igen, tehát alakult új társulat Udvarhelyen, ők sem voltak jelen, és a Párciumból, illetve nem Párcium, bocsánat, Bánságból a Temesvári társulat. A Temesvári Magyar Színháznak van egy bábtársulata. Jó lenne, ha legközelebb ők is itt lennének. Ők kimaradtak. Hát valóban jó volna, hogyha egyszer teljes volna a seregszemle, és hát az említettekhez, tehát a Szent Györgyihez, a Vásárhelyihez, a Kolozsvári Pukbáb Színház magyar tagozatához, a Nagyváradi Liliput Társulathoz csapódott idézőjelesen hozzá a debreceni Vojtina Báb Színház. Sikerült-e megnézni mindegyik magyar előadást? Sajnos nem.
Azt hiszem, hogy éppen most kezdődik egy film, ugye itt a Comedy Plus Filmfesztiválon, de ettől függetlenül mi folytatjuk a beszélgetést. Tehát házigazdaként igen sok teendőm volt ugye a sajtóval tartani a kapcsolatot, vendégek, hát egy-egy csapat mellé szegődni és gondozni az előadások előkészítését. Sajnos a vásárhelyi előadást nem láttam, a többit igen. Jó előadások, talán azt kifogásolnám, hogy a miénket lesz számítva, a miénk hagyományos kesztyűs bábjáték, a Mátyás király. A többit úgy érzem, hogy igazából a báb technikák, vagy a hagyományos bábozástól egy kicsit elszakadtak. Nem baj ez, hiszen lehet kísérletezni, de talán nem kellene mégsem elfelejteni, hogy nem absztraktizálható a végtelenségig a bábú. Amint azt láttuk, ugye a Helység kalapácsába tudjuk, hogy ez egy ízes Petőfi szöveg, és nagyon skitszerű, vázlatszerű kartonfigurákkal jelezték le a szereplőket. Talán egy főiskolás vizsgaelőadásra emlékeztetett egyszerűségében, illetve sajnos minimalizmusával, vagy kísérleti jellegében. Igen. Számomra nem volt kielégítő látvány szempontjából. Nagyon jó színészei vannak a társulatnak, nagyon jó volt az élő zene, és sodró, lendületes játék egy pillanatig sem hagyta el a nézőt, tehát nem engedte el a nézőt, éberen tartotta az érdeklődést. Nagyon fontos, hogy jó dikcióval adták elő, érthető volt a szöveg. A játék friss volt, de hiányzott azért a szín, a látvány, tehát nagyon szegényes volt. Olyan volt, mintha nem lenne pénz a színháznak, és hát talán ez is közre játszott. Nem, szerintem ez egy felvállalt, tudatos stilizáltság volt, de talán egy picit mégiscsak túl szegényes, úgy érzem. Említetted, hogy a Szentgyörgyi Cimborák Báb Színháznak a Verstől versig hajtott csordás című előadása is inkább egy nagyobb korosztály számára szólt, nem feltétlenül a gyerekeknek, hanem inkább az ifjúsági kategóriának. Nagyon jó összeforrott, rendületes csapatjáték és jó színpadi megoldások, de én itt is hiányolom a bábút. Ez visszatérő hiányérzetem a Szentgyörgyi csapat esetében, tehát évek óta várok tőlük egy igazi báb előadást, tehát képzőművészeti szempontból is, meg bábos technika szempontjából is. Itt sokszor volt vitánk is e fölött. A csapat jó, hisz az előadásban, összeértek, lendületes, tehát semmiféle kifogás, csak hol a bábú? A bábszínházat még bizonyos elemzők mozgásban tartott képzőművészetnek, illetve életre keltett képzőművészetnek is tartják. Tehát a képzőművészet felől is van egy behatárolódása, egy meghatározása. Nagyon fontos, hogy itt a bábú a szereplő. Ugye versenyjellege is volt ennek a fesztiválnak. Kikből állt a zsűri, és milyen díjak születtek meg? A zsűri évek óta, jobban mondva 3 éve ugyanaz nagyjából. Egyetemi oktatók, a vásárhelyi, a bukaresti és a kolozsvári színház főiskoláról. Én hiányolom azért a zsűriből a gyakorlati embereket, a színház csinálókat úgymond, tehát egy színész van, aki gyakorlatban foglalkozik is bábszínházzal. Tehát talán a zsűriben, most nem térek ki a zsűri összetételére, de talán helye volna egy díszlettervezőnek, hiszen nagyon fontos a díszlettervező, mint meghatározó, mint alkotó, mint az ő koncepció, az ő látványa határozza meg nagyon sokszor az, hogy milyen világlátás, milyen stílus nyomán indulunk el, hogyan tesszük színpadra azt a mesét. Hiányolom a dramaturgot, és nem utolsó sorban hiányolom a rendezőt a zsűri tagjai közül. Érződik is ugye a díjak mikéntjén. Nem tudom, hogy
Például a zsűri speciális diát, ami a legjobb csapat szellemnek szól, azt milyen esztétikai kategóriába helyezzem. Tehát ez nem egy esztétikai kategória, valóban hogy a legjobb csapat szellem, hiszen minden előadás mögött jó csapat szellem van, különben nem tudnának vele színpadra állni. Nos, mégis melyik volt a legjobb előadás? Ki ítélte oda a zsűri? A legjobb előadást rendszerint mindig Bukarest viszi el. Jelzem, hogy a zsűribe három bukaresti tag van az öt közül. Minden évben folyamatosan ők viszik el. Hát ez az újraélesztett régi rangos előadás vitte el. Ezzel csak az a bajom, hogy igazából ez versenyen kívül kellett volna legyen, hiszen egy remake. És... nem is akarok erről nyilatkozni, mert sem a zsűrit nem akarom kritizálni, sem a szempontjaikat, amiket nem nagyon értek néha. Azt is hiányolom, hogy a hagyományos díjkiosztás elmaradt, tehát a zsűri nem osztotta ki a díjakat, és nem méltatta, vagy indokolta meg a díjakat. Egyszerűen interneten közölték ezt a résztvevőkkel. Hát maradjunk abban, hogy legalább a magyar közönség néhány szép előadást láthatott. Ibolya, köszönöm szépen, hogy annyit még elmondanék, hogy ezt. Nagyon szép előadásuk volt a debrecenieknek, és teltház előtt játszottak a Magyar Színház, a Magyar Opera nagy színpadán, és ezért nagyon hálás vagyok nekik is, ebből a szervezőknek is. Ebből láthattak a nézőink is egy rövid részletet. Köszönöm ismét, hogy itt voltál. Én is köszönöm.